A Honvédelmi Minisztérium külön programot indított a hadisír gondozásra. A program keretében már nem csak Budapesten, de a vidéki temetőkben is megemlékezéseket szerveznek. Szombathely után idén Sátoraljaújhelyben zajlott a minisztérium által szervezett megemlékezés. Az eseményen Kun Szabó László vezérőrnagy emlékeztetett arra, hogy sok a világháborúban elesett magyar katona nyugszik idegenföldben, családtagjaik által sem ismert helyen lettek eltemetve, ugyanakkor számos nemzet katonája esett el hazánk földjén. Az itt nyugvó, több mint 1500 fiatal katona emléke előtt tisztelegve, ki kell mondanunk. Ősök voltak ők, hiszen nemzetük értékeinek megőrzése és védelme vezette őket a harctelekre. Áldozatuk nem volt hiába való. Emlékük megőrzése közös feladatunk. Nekik, az ő harcaiknak és áldozatuknak köszönhetjük a jelenünket. Ahogyan Széchenyi István fogalmaz, ha tudni akarod, hogy egy nemzet mennyire becsüli a múltját, nézd meg a temetőit. Magyarországon sorra újulnak meg a katonatemetők, méltó környezetet biztosítva az emlékezés, sőt sok esetben az elkésett, de soha nem megkésett búcsúra. A Sátoraljaújhelyi a legnagyobb első világháborús hősi temető Magyarországon. A temető helyreállítását a rendszerváltás után a Városvédő és Szépítő Egyesület vállalta fel, majd a munkához csatlakozott az Eötvös József Börtönügyi Egyesület és a Sátoraljaújhelyi Fegyház és Börtön. Ez egy országosan ismert temető, és ez a rendezvény, ez az esemény is azért érkezett ide a honvédelmi miniszter úr, illetve a minisztérium vezetői által, mert ezt minden évben Budapesten megrendezik. De a 100 éves évforduló kapcsán felvetődött az, hogy vidékre is el kellene vinni ezt a rendezvényt. Tavaly Szombathelyen volt, és idén a újhelyi hősök temetője ad ennek helyszínt. A hazánk földjén elesett katonákra imával emlékezett Jákob János dandártábornok, protestáns tábori püspök, Szentesi Csaba őrnagy, a katolikus tábori püspökség tábori lelkésze és Tóth Gábor fűzéri plébános. A hős katonák tömegsírai mellett, a fejfák között, mint gyermekek, unokák, dédunokák, leborulva suttogjuk ismeretlen vagy ismert neveiket. Hálát adunk önfeláldozó életükért, és a halál előtti pillanatban a Latornak is bűnbocsánatot hirdető Jézus Krisztus kegyelmébe hisszük őket. A megemlékezésen a katonáknak adott tiszteletadás jeleként a hősi emlékműnél koszorút helyeztek el a Honvédelmi Minisztérium Sátoraljaújhely önkormányzatának intézményeinek és szervezeteinek képviselői.